mindenkinek az izgalom már megvan. Én a hajviseletemet kérdeztem meg először ahhoz igazítani, hogy valami kell standard üleme legyen, ezen felül pedig a lelkemet akartam átformálni, hogy kérdekesen nekünk felelni ennek a kihívásnak. Tényleg sokat dolgoztam, hogy semmi, hogy jó lesz. Itt igazából mi jól akarunk táncolni, olyan helyet, hogy csodás táncpartner, mert azt tűztük ki célul, hogy objektíven tényleg a magunk mércéhez mérten igyekezünk felülni és jól táncolni, és nem csak bemagolni szerettük a koreográfiákat, hanem valójában tényleg a táncokat a maguk valójában tényleg is igazából megtanulni. Az biztos, hogy Csabi nagyon szorgalmas is, ugye, hogy megnyert az X-Factort is. Azt gondolom, hogy itt is kellett kitartás és energiája van ahhoz, hogy akár ezt is megnyerheti. Biztos, hogy szeretné. Én látom rajta a fejlődést, most már nagyon jól haladom a koreográfiákkal, úgyhogy kimondható, hogy én nagyon jó tanítvány. Azért nem beszélek sem ilyenkről, hogy mit szeretném megjelni és meddig akarja jutni, mert nem feltétlenül ez a lényege, hogy egy ilyen műsornak fogok. Az ember úgy gondolom hozzá az a lényeg, és azt mondja, hogy meg akarom nyerni, majd pedig a végén a másik adásban ki húlik, akkor utána mindenki rajta lép, hogy mit akartad megnyerni. Tehát igazából ezért, nem ez a cél. Ezért ez a politikám, mind ebben, mint pedig a korábbi műsorban az X-Faktor is ez volt, hogy mindig minden este magamhoz képest akartam igazából jó lenni, és mindig a tőlem tehát a maximumot akartam odaadni a kedves közönségnek, attól függően vagy függetlenül, teljesen attól függetlenül, hogy ennek mi az eredménye. Bakizni nem fogok, de izgulok, igen. Most, hogy így elkezdtük a próbákat itt, és nincs tükör, ez borzalom. Mert ugye eddig úgy próbáltunk Robival, hogy tükrös próbateremben, és azért itt tök más az egész. Mert nekem az volt a visszaigazolás, amikor mondjuk láttam, hogy nagyjából mit csinálok. Így most egy kicsit meg kell szokni, meg nem tudom miért, de mondjuk azt mondta Robi, hogy ez normális. Hogyha egy új helyen táncolok, akkor másokból van a színpad, akkor elfelejtek mindent, úgyhogy tök jól vannak a próbák. Most már a végére azért belejöttem, úgyhogy várom nagyon. Nekinek az izgalom már megvan. Én a hajviseletemet kérdeztem meg először ahhoz igazítani, hogy valamiféle standard üleme legyen, ezen felül pedig a lelkemet akartam átformálni, hogy kérdekesen nekünk felelni ennek a kihívásnak. Tényleg sokat dolgoztam, hogy semmi, hogy jó lesz. Itt igazából mi jól akarunk táncolni, olyan helyet, hogy csodás táncpartner, mert azt tűztük ki célul, hogy objektíven tényleg a magunk mércéhez mérten igyekezünk felülni és jól táncolni, és nem csak bemagolni szerettük a koreográfiákat, hanem valójában tényleg a táncokat a maguk valójában tényleg is igazából megtanulni. Az biztos, hogy Csabi nagyon szorgalmas is, ugye, hogy megnyert az X-Factort is. Azt gondolom, hogy itt is kellett kitartás és energiája van ahhoz, hogy akár ezt is megnyerheti. Biztos, hogy szeretné. Én látom rajta a fejlődést, most már nagyon jól haladom a koreográfiákkal, úgyhogy kimondható, hogy ő egy nagyon jó tanítvány. Azért nem beszélek sem ilyenkről, hogy mit szeretném megjelni és meddig akarja jutni, mert nem feltétlenül ez a lényege, hogy egy ilyen műsornak fogok. Az ember úgy gondolom hozzá az a lényeg, és azt mondja, hogy meg akarom nyerni, majd pedig a végén a másik adásban ki húlik, akkor utána mindenki rajta lép, hogy mit akartad megnyerni. Tehát igazából ezért, nem ez a cél. Ezért ez a politikám, mind ebben, mint pedig a korábbi műsorban az X-Faktor is ez volt, hogy mindig minden este magamhoz képest akartam igazából jó lenni, és mindig a tőlem tehát a maximumot akartam odaadni a kedves közönségnek, attól függően vagy függetlenül, teljesen attól függetlenül, hogy ennek mi az eredménye. Bakizni nem fogok, de izgulok, igen. Most, hogy így elkezdtük a próbákat itt, és nincs tükör, ez borzalom. Mert ugye eddig úgy próbáltunk Robival, hogy tükrös próbateremben, és azért itt tök más az egész. Mert nekem az volt a visszaigazolás, amikor mondjuk láttam, hogy nagyjából mit csinálok. Így most egy kicsit meg kell szokni, meg nem tudom miért, de mondjuk azt mondta Robi, hogy ez normális. Hogyha egy új helyen táncolok, akkor másokból van a színpad, akkor elfelejtek mindent, úgyhogy tök jól vannak a próbák. Most már a végére azért belejöttem, úgyhogy várom nagyon.